olyan képet teszek fel, amit addig filterezek, meg photoshopolok, hogy már én magam sem tudom, hogy ki az, de hogy eladhatóvá váljék. Az online térben olyan szép vagyok, amilyenné válni akarok. Az online térben azokat az embereket hallgatom csak, akik azt mondják, hogy szép vagy, jó vagy, tökéletes, csak azt keressük. Bese Gergő katolikus pap épp arról beszél, hogy a gyerekekre milyen káros hatással van az online tér, és hogy a szülők, pedagógusok vagy akár az egyház mennyire tud hatással lenni arra, hogy a gyerekek ne a virtuális valóságban éljenek. Pontos adat van arról, hogy a fiatalok zöme napi 4,5-5 órát is eltölt az online térben. Rejsznél Szőcs Edith gyógypedagógus, aki egyben az este moderátora is volt, munkájából adódóan nap mint nap szemtanúja a kütyük gyerekekre mért hatásának. Gyógypedagógusként több szinten figyelem ezt a folyamatot. Egyrészt fizikai síkon, ahogy a gyerekeknek a, és most nem úgy, mint testnevelő vagy gyógytestnevelő, hanem hogy had az idegrendszerükre, az is egy fizikai sík, hogyan épül másképp kisgyermekkorban, csecsemőkorban az idegrendszer, és másra lesz fogékony, mint az előző generációké volt, illetve látom érzelmi síkon, hogy a mai gyerekek mennyivel szorongóbbak, mennyivel kevesebb a kapaszkodójuk, mint az előző generációknak, mennyivel több lelkisérülés érheti őket, és ez mennyivel könnyebben megtalálja őket, mint az előző generációk. Rejsznél Szőcs Edith azt is elmondta, hogy igazságtalanság lenne azzal vádolni a szülőket, hogy elhanyagolják a gyerekeket, hiszen a mai világban rájuk is sokkal nagyobb teher hárul a mindennapokban. Nem lehetnek a gyerekek utca gyerekek a jó értelmében, hogy kiengedjük és galeriznek, bandáznak, és a nagyobbaktól tanulnak, a nagyobbak olyan játékokat játszanak velük, amik gyógypedagógusként tudom, hogy fejlesztő hatásúak. Gondoljunk csak a pörcsizéstől kezdve, amit mi mennyit csináltunk, az árokcica, a sározás, az egyebek. Tehát ezek kiesnek a mai gyerekek életéből. Van egy iszonyú nagy mágnes, ami bevonza őket, amiről most már mindenki beszél, és mindenki tisztában van vele, de valahogy mégsem kezeljük a helyén. Ugye ezek a kütyük. Divatos szóval, és a mai szülőknek nagyon-nagyon nehéz ezt ellensúlyozni. Mert amíg az én fiam, hogyha nekem főznöm, vasalnom kellett, bement legózni a szőnyegre, a mai gyerekek a kezükbe veszik a kütyűt, és akkor a szülő félre kell tegye a maga dolgát, és érdekesebb kell legyen a kütyűnél. Ez úgy gondolom egy iszonyú nagy kihívás, főleg a pici gyerekeknél. Rejsznél Szőcs Edith azt is hozzátette, hogy a szülők nagyon nagy tudatossággal, következetességgel és határozott elképzelésekkel tudják ezt a folyamatot jó mederbe terelni és optimális keretek között tartani, de ellene tenni nem lehet. Bese Gergő katolikus pap elmondta, hogy nagyon örül ennek a felkérésnek, mert fontosnak tartja, hogy beszéljenek a mai családok helyzetéről, hiszen a jövőt a ma felnővő generáció adja majd. Amikor a gyerekek nőnek és cseperednek és egyre nagyobbak lesznek, mint hogyha valami eltévelyeg, nem, valami nem sikerülne, valamit elrontunk. De mit rontunk el? Mi az, amiben túl lazák vagyunk, mi azonban esetleg túl szigorúak vagyunk, értjük-e egyáltalán a mai ifjúságnak a nyelvezetét, és talán tudunk-e valami olyan kapaszkodót adni nekik, ami miatt ragaszkodjanak a régi, jó bevált dolgokhoz. A szülőknek kéne bejátni azt, nem szabad a gyermek oltárán feláldozni magukat. Nem szabad a gyermeket, mint kis királyt minden fölé emelni, és inkább is behunni a szemüket, és elengedni a kezüket, mert azt gondolják, hogy már nagyok, már a technika világa már kinevelte őket arra, hogy megállják a helyüket az életben. Épp ellenkezőleg azt látjuk, hogy minél inkább fejlett körülöttünk a technológiák, annál alkalmatlanabbak sokszor az önálló döntésekre, önálló életre, és ebben kell nekik segíteni. Tehát, hogy a technológia nem a fejlődést abban a tekintetben segítette, hogy a fiatalságunk azok mondjuk 11-12 évesen már önálló lábakra tudjanak állni. Ma pedig a szülők azt hiszik, hogy ezek a mai tizenévesek azok sokkal érettebbek a koruknál, pedig nem azok. Tehát lehet, hogy a külső azt mutatja, de belül nagyon sok probléma van.
és ebben a vívódásban vannak a szülők, hogy hogyan fogjam vissza, ha már ilyen anyányi lányom, vagy olyan apányi fiam van, de belül a lélek és a szellem még lemaradt ebben a fejlődésben, sőt, nagyon lemaradt. És ebben kellene valahol a szülőknek is fölébredniük. Az egyház 2000 éve azokat az értékeket vallja, amelyek ma is fontosak. A család egységét, a kitartást, a hűséget, és azt, hogy a legfontosabb ajándék a gyermek. Ezeket az egyetemes értékeket kell visszacsempészni a hétköznapi életbe, és ebben nagy szerepe van az egyháznak is, mondta Bese Gergő. Az egyház tanítása nem csak a templomba járóknak, szóval mindenkinek, akinek van nyitott füle és nyitott szíve. Tehát az ilyen esti beszélgetések, ilyen alkalmak is lehetőséget nyújtanak arra, hogy azok, akik még távolságot tartottak az egyháztól, azok lehet, hogy egy kicsit most bátrabban mernek közeledni az egyházi közösségek felé, mert nekünk ki az egyház? Azok, akik meg vannak keresztelkedve, kik alkotják az egyházat? Hát ők. És nekünk az alapsejtjeink, a jó kis közösségeink azok, amelyek várják azokat az érdeklődőket, akik nem akarják az bőrükön megtapasztalni ennek a mai világnak a nehézségeit, hanem családcsoport, ifjúsági csoport, a cserkészet, a minisztránsok, a különböző ima közösségek mind lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt erősebbek vagyunk, és együtt azt a kis lámpásainkat, ha összetesszük, hiszen Márton után egy nappal különösen is aktuális, akkor abban egy óriási fény és világosság lesz, és azt a fényt meglátják azok, akik még most sötétben tapogatóznak. Nekünk ilyen fényhordozóknak kell lenni, és hát ebben szeretnék segíteni itt Monyhádon azoknak, akik eljöttek és meghallgatnak, és elfogadják, hogy van véleménye mondjuk egy katolikus papnak is arról, milyen egy család. A programot a Terítéken közéleti beszélgetés sorozat keretein belül valósították meg.